Toto Wolffal is mentél, mert ő kiesett azon a futamon, hogy emlékszem, hogy meséltél. Most kéne az ismeretség, látod? Ő hol van jelenleg? Majd és fel. Esetleg Ádám hova tart, nem? Majd felhív. Majd akar valamit, igen. Elveszed neki? Én nem tudom a számát, mert már rég hívtam volna. Ugye néztem a LVRC-t, összetört, jó. Már ugye mindig kacsingattam, hogy vennék valami jó autót, azt a barátaim mondták, hogy na akkor... De csak törötte. Akkor, de csak törötte. De csak nem, azt, jó vagy. Azt, nem is értem. Hogyha legalább a Petőtyutyú még ugye skodázott volna, hogy valami, akkor ugye számítottál volna rá, de... Mindig törött autóból kell kiindulni. És akkor hívtam is... Megbeszéltük, hogy akkor oké, elbonyítottuk az üzletet, úgyhogy az első Skoda az így lett. Aztán végig is a második is őtől lett. Akkor jött ez a covidos történet, és akkor nem ment annyira ez a bérbeadás. És akkor kicsit megálltak a dolgok, persze. És akkor úgy került hozzám a, az akkor ma az Evo változat, de az nem volt törött. 350 kilométer volt benne. Gratulálj, engedd meg. Erre van egy közös sztorink, emlékszel, amikor... Jani bácsi, még 2000-es években is újból, hogy... Hát azt akarom itt mondani, mert ugye szegény Krisztián ugye megsérült. Apu, nagyon kemény volt. És akkor voltak ugye szponzori dolgaink, minden, és apunak kellett menni a meccsekre, hogy nem emlékszel. És el is jutott az Antalfi utáni Ballosig. És elég látványosan lezárt azt a történetet, igaz? Ezt mindig meséli. De ő is mondja, hogy kézi mérése addig Lapisig milyen időt ment meg minden, emlékszel? Ez csak... Biztos, hogy csak ő tudja. Ja. jól ment egyébként, persze. Jó, hát jól most még eltelt 10x év, tehát azért most már 70 pluszos. Most már ugye az Unióban már alkalmassági vizsgálat fogják kötni 70 év fölötti vezetést, úgyhogy persze azon át kell mennie. Kifogásokat keresed, az szegény, emlékszem, még 5-6-7-8 éves, hogy mondogatta, hogy úgy visszaülne egy-egy versenyre még. Nem ölheted meg az apádat. Ja. Kommunikál veled verseny közben? Nem. Csak amikor lejöttek a pályára akkor, nem? Hát szokott tanácsokat adni, meg hát van, hogy mutogat, hogy mekkora a hely, vagy szóval szokott. Úgyhogy mit csináljon? Előzzön, ne előzzön, ott kövesse csak. De ezt hogy kommunikálod le vele? Vannak jelek. Nem lehet rádiózni. Nem lehet. Nem. A gokártban nem lehet. A rádió. Csak azért mondom, hogy valahogy kommunikálod. És ezt te látod a pályára, hogy most apu éppen mit mutat? Hát ugye versenyeken szoktam kinézni, amikor kinézek. Nem keresd, tudod így a partodon, meg van beszélve, hogy hol vagyok. Ja, tehát, hát mindjárt gondoltam. Gyakorolva az edzés. És nem áruhába, persze. Megvannak a jelek, hogy mi mit jelent. Jött egy srác rózsaszín melegítőbe, kezdett így nézni. Egy apuka ráadásul. Ráadásul Börnyek lesz a egyik üzlettársa. Mindig, amikor mentem a körön, ugye arra koncentráltam, hogy megyek. Amikor jöttem az egyenre, mindig megláttam, annyira rikított a pályaszín, és mondtam apának, hogy mostantól neki is így kell öltözni. Rózsaszín, azt mackóban azt mondom. Rózsaszín párduc. Nem fogsz. A hideg párduc. Pelikán elfestek.